Na hát szevasztok, elindultunk rajtba, minden all set. 11 perc van. Úgyhogy átmenetileg búcsúzom, de reméljük, hogy szűk egy nap múlva jelentkezem, és akkor majd hírt adunk, és a Facebookon nézzétek, mert oda Károly rak föl dolgokat. Úgyhogy köszi a szurkolást, szevasztok! So you're doing both, so three and four? Three, four, yeah. That's perfect. Yeah, so we're going to do a reckoning tomorrow. Oh, so. Nagyon az elején vagyunk, egy fél órára megyünk. És persze most van ugye a lugrós részek. Nem tudom, látszik-e. Ott fogunk majd menni fölfelé. A Sam hangos rác jön velünk. Első két legen segít irányba maradni. Szuper az idő. Tele van birkával a hegy. Itt nem tehén van, itt birka. Balikák. Lassan megy le a napocska, de az első csúcsot még elérjük lámpa nélkül. Nem tűnik meredeknek, de az. Na ezt nézzétek, most érünk fel az első csúcsra nem sokára. Ott van. Teli hold. Futós rész. Hát most már a lámpát kapcsoltunk, és ez egy ilyen füvesebb szekció. Nagy növényzet. És szépen haladunk fölfelé. Csúcsra haladunk éppen fel. Hát ez ilyen gyerek. Ilyen lejtőink vannak itt. Turistán mindig bárcsik itt el a közöttetőnbe. Na az első szekción túl vagyunk, most éppen eszegetünk. Itt vannak a cuccaink, Robika, Geri is eszik, minden jó. Mafat speed ebből. Sure, just a second. És egy újabb pík. Látjátok, sokszor ennyi az egész egy kőrakás. És már megyünk is tovább. Második szakaszon vagyunk. Minden cool. Hát most itt egy olyan érdekes dolog történt, hogy az egy órával előttünk indult csapatot utolértük. A második szekciónak a
kétharmadánál, úgyhogy picit sűrű a mezőny, de jó, úgyhogy minden frankó. Második legnek vége, jön a harmadik, minden rendben, csak baromi hideg van, olyan 4 fok, úgyhogy minden jó. Szóval szapport, és arra hegyekkel fölmenni, onnan jöttünk. Induljak, nézze! Hát ilyen helyeken járunk, srácok, lányok. Mutatok egy körpanorámaszerűséget. Most értünk utol egy másik csapatot. Hosszú kilométereken keresztül ilyen kőomás. Old meg. Na. Azért megoldjuk. Csak nagyon figyelős. A Magyar Terepfutó Társadalomnak szeretném mutatni, hogy nézzétek, ez jelölés, tehát itt most versenyt fognak rendezni. Ilyen pályán, ezt hívjuk úgy, az ilyen jellegű helyeket, hogy technikás. Oké? Onnan jöttünk. Csak hogy a technikásság fogalmával szembesüljetek.
túl vagyunk a harmadik legen, ez nagyon kemény volt, nagyon technikás, meg nagyon hosszú is, vízvétel nem nagyon volt, de most ma oké. Most ettünk, ittunk, úgyhogy lassan megyünk, és jön a negyedik. Negyedik szakaszban vagyunk, pénzszereink, angol srácok. És hát a útvonal, látjátok, hogy milyen helyeken vagyunk. Cool, nem? Na, haladjunk. Van néhány ilyen könnyebb rész is, mint ez is, ami viszonylag jó futható. Jó. Erre szoktuk azt mondani, hogy már nem őszinte a mosolyunk. Ugye, Robi? Már nem őszinte a mosolyunk. A négyes szekció utolsó hegyét mutatom. Ide kell felmenni. Nem az az utolsó, még van, ezután kettő, de az már viszonylag jelentéktelen. Yeah. Mindig van nálam egy emergency zselény, csak úgy hívom. Hát egy cold brew. 70 mg koffeinnel, mert... Oda kell fölmenni. Benyomtam, mert... Kemény. Utolsó support pont. És már beütött a fájdalom. Oda kell még fölmenni, meg utána még egy kicsi. De alapvetően oké. Okay. Alapvetően oké. Okay. Csak már, hát azért már gyűröttek vagyunk. Iszok, mint a gödény, látjátok?